Időszámításunk szerint 79-ben a szunnyadó óriás, a Vezúv felébred álmából. A közeli Pompeji és Herkuláneum lakosait ez teljesen váratlanul éri. A lakóknak semmilyen fogalmuk nem volt a vulkán pusztító erejéről. Több millió tonna vulkáni törmelék hullik az alant elterülő városokra. Az embereknek nincs hová menekülniük. Donát nyugszik elrejtve a világ elől. A több rétegnyi vulkáni anyag tökéletes állapotban őrizte meg őket. Az emberek mindennapi életének apró részletei is fennmaradtak. A 18. században végül felfedezték és feltárták e helyeket, melyek attól a pillanattól kezdve pusztulni is kezdtek. Ahányszor csak visszatérek oda, mindig fizikai fájdalmat érzek a pusztulás láttán. Az elmúlt években a kutatók a legújabb technikákat alkalmazhatták az itt feltárt régészeti leletek tanulmányozásánál. Kutatásaik a római élet újabb részleteibe avatnak be bennünket. Az idővel való versenyfutást azonban most egy jóval vészjóslóbb forgatókönyv is súlyosbítja. A Vezúv az elmúlt 2000 év alatt 36-szor tört ki, és ma is aktív vulkán. Ha megnézzük az eddigi kitörési ciklusait, láthatjuk, hogy régen esedékes egy nagy erejű vulkán kitörés. Vajon a mai technikák segítenek nekünk ezeknek a városoknak a megismerésében és megőrzésében? Vagy olyan csatát vívunk, amit soha nem nyerhetünk meg? Pompeji titkai. A turisták több mint 200 éve látogatják az olaszországi Pompeji és Herkuláneum városait, hogy minél közelebbről megismerhessék a római birodalom mindennapjait. A Vezúv alatt elterülő városokat 1600 éven keresztül az ismeretlenség homálya fette. A településeket maga alá temető vulkáni törmelék és hamu azonban meg is védte őket. Amikor Pompeit és Herkuláneumot végül ismét felfedezték, a régészek egyedülállóan jó állapotban megmaradt városokra bukkantak. A 18. században Herkuláneum városára szinte teljesen érintetlen állapotban találtak rá. A házak tele voltak kincsekkel és szobrokkal, pontosan úgy, ahogyan eredetileg is álltak. A többi római város szétporlott és elpusztult az évszázadok alatt. Pompeiben és Herkuláneumban azonban a kitörés pillanatában megállt az idő. Egy átlagos régészeti lelőhelyen általában egy rég elhagyatottan álló épületet találunk, ahol a lakóknak volt idejük értékeik elhordására. A pompeieket azonban a nap kellős közepén érte a kitörés 79. augusztusában. Vajon miért voltak ilyen felkészületlenek? Ennyire hirtelen következett be a kitörés? És vajon miért választották az ősi város alapítók a Vezúv halálos árnyékát lakóhelyüknek? A válaszokat 3,5 ezer évvel korábban, a bronzkorban kell keresnünk, amikor az első emberek letelepedtek ezen a vidéken. A nápolyi öbölben való élet komoly előnyökkel járt. A talaj rendkívül termékeny volt, annyira, hogy évente négyszeri aratást is elbírt. Kitűnő terület volt tehát a gazdálkodásra. Emellett a tenger közvetlen közelsége a halászat és kereskedelem kínálta gazdagságot nyújtotta. Az időszámításunk előtti második évszázadra két jelentős város virágzott fel a térség mezőgazdaságán és kereskedelmén, Pompeji és Herkuláneum. Pompeji lakóinak száma legfeljebb 20 ezer körül lehetett, ami a római korban átlagos méretűnek számított. Az időszámításunk szerinti első évszázadra Pompeji nyüzsgő és virágzó nagyvárossá fejlődött. Pompeji igazi, forgalmas város lehetett, sok ezer emberrel, persze nem csak az itt élőkkel, hanem látogatókkal, kereskedőkkel, katonákkal és tengerészekkel. Az egész római birodalomból áramolhattak ide az emberek.
A vidéknek azonban rettenetes árat kellett fizetnie a jólétért. A térség fölé magasodik, állandóan jelenlévő baljóslatú fenyegetésként a hírhet Vezúv. A Vezúv ontotta ki magából az évezredek során a környező földeket termékenyé tévő ásványi anyagokat. A hegy azonban jóindulatú, alvó óriásból egy pillanat alatt a természet mindent elsöprő pusztító erejévé változhat. Az elmúlt 6000 évben a vulkán legalább 100 alkalommal tört ki. A legutóbbi 1944-es kitörést az amerikai hadsereg filmfelvételen meg is örökítette. Az időszámítás szerinti első évszázadra azonban látszólag befejeződött a vulkán aktív időszaka. Az élő emlékezet határain belül és túl senki sem emlékezett kitörésre. Csak népmesék és legendák maradtak fenn. A Vezúvot a római isten Vulcanus után neveztük el vulkánnak. A mitológia szerint a térség részben annak köszönheti a gyakori kitöréseket, hogy Vulcanus istennek a hegygyomrában volt a műhelye. Ott élt a kovácsok, vagy mondjuk úgy, hogy a kézművesek istene, aki lent a hegyek mélyén tette dolgát. Időszámításunk szerint 79-ig több mint 700 év telt el a Vezúv legutolsó jelentősebb kitörése óta. Pedig a hegy körül egyre több figyelmeztető jel bukkant fel, melyek azonban csak az őket értők számára voltak láthatók. Napjaink geológusait azonnal riasztotta volna ez a gyorsan láthatóvá váló természeti jelenség. Pedig figyelmeztetéseket is kaptak a közelgő veszélyről. Tudjuk, hogy a 17 évvel korábban bekövetkezett földrengés a kitörés előjele volt. Ők azonban ezt nem értelmezhették így. A rómaiak ehelyett babonákkal vagy az istenekről szóló történetekkel magyarázták az efféle eseményeket. Számos földrengés volt errefelé és más területeken egyaránt, és az emberek tisztában voltak azzal, hogy ez egyfajta veszélyforrás. Hagyományosan azonban a földrengéseket Poszeidon tengeristen haragjának tulajdonították. Az időszámításunk szerint 62-ben bekövetkezett földrengésnek azonban tagadhatatlan és rettenetes hatása volt a Vezúv körül elterülő városokra. Nem csak a közeli településeken, de még Nápolyban is épületeket pusztít el. A Richter skála szerint a 7-esnél is erősebb lehetett, és így igazán a legnagyobb földrengések közé sorolható. E földrengés maga is meglehetősen halálosnak számított. Pompeit azonban hamarosan egy ennél iszta meg. A 62-ben bekövetkezett katasztrófa hatalmas pusztítást idézett elő Pompeiben. Ezt biztosan tudjuk, mivel több római író is említést tett az eseményről. A pusztító erejű földrengés után elképesztő méretű újjáépítési munkálatok zajlottak, melyek a kicsiny lakóházakat és a fórum hatalmas templomait egyaránt érintették. Az újjáépítési munkálatok befejezése előtt azonban egy újabb, még pusztítóbb katasztrófa sújtotta Pompei városát. Az ókori Pompei lakóinak fogalma sem lehetett arról, hogy szinte közvetlenül a lábuk alatt egy hatalmas, föld alatti magmakamra telítődik a kitörési pontig túlhevített folyékony kőzetanyaggal. Az 5-6 kilométer átmérőjű óriás magmakamra pontosan a Vezúv alatt helyezkedik el. A magma könnyű, ezért elkezd felfelé emelkedni, majd amikor kapcsolatba kerül a földkéregben magasabban elhelyezkedő hidegebb magmával, reakciójuk következtében robbanás történik, és a nyomás hatására a magma elindul a felszín felé. Időszámításunk szerint 79-re a Vezúv alatti magmakamra belsejében felgyülemlett óriási nyomás következtében Pompeit és Herkuláneumot szinte naponta rázták meg kisebb földrengések.
Valaminek nyilvánvalóan történnie kellett. És amikor bekövetkezett, a végeredmény egy rendkívüli méretű geológiai esemény volt. Pompei lakóinak élete azonban a megszokott mederben folyt tovább. Számukra 79. augusztus 24-e ugyanolyan volt, mint a többi hétköznap. Délfelé járt az idő, amikor a város élete durván félbeszakadt. Valami történt a Vezúvval. A pompeiek számára az első jel magán a hegyen történt robbanás lehetett. Az eseményeket az öböl túlsó oldaláról figyelő római író, ifja Plinius írásainak köszönhetően bizonyos részleteket is megtudhattunk az aznapi eseményekről. Az ifja Plinius ezt a fázist egyfajta mediterrán fenyőfához hasonlította, amelynek mindenhonnan ágai kezdenek nőni. Manapság leginkább nukleáris gombafelhőként jellemeznénk a látványt, mivel pontosan úgy is néz ki. Kevéssel az első robbanás után egy második hatalmas robbanás a Vezúv egész csúcsát leszakítja. A következő fázis maga a kitörés, legalábbis én annak nevezném. A magma ekkor kevéssé viszkózus, kijut a felszínre, és a hatalmas nyomás hatására kilöveli az összes tajtékkövét. Ezt az igen könnyű vulkáni kőzetet magasan a levegőbe, szinte súrolva a stratoszférát. Egy tajtékkő és hamuoszlop kezdett felemelkedni, körülbelül 32 kilométeres magasságba a vulkáni kúp fölé. Ez a hamuoszlop óriási volt, felette és körülötte semmit sem lehetett látni, még akkor sem, ha az ember Pompeiben volt. Rendkívül hatalmas lehetett, tele több millió köbméternyi vulkáni törmelékkel, amely mind kilövelt a levegőbe, kb. 20 kilométer magasra egészen fel a stratoszférába. A Pliniuszi típusú kitörés hamuoszlopa tehát egyrészt tartalmazza az igen könnyű vulkáni kőzetet, az úgynevezett tajtékkövet, de egyéb olyan kőzetanyagokat is, amelyből maga a vulkán is felépül. Ezeket mi vulkáni bombáknak nevezzük, melyek igen kemény kőzetdarabok, sok-sok gáz kíséretében. Az ember azt gondolhatná, hogy ez nem veszélyes, pedig ami felrepül, annak le is kell esnie. A kitörés hatására Pompeit folyamatos tajtékkő és hamueső temeti be, oly mértékben, hogy minden utcát és épületet színültig tölt és porrázúzza a háztetőket. A becsapódás ereje mellett a rájuk hulló hamueső súlya is elősegíti rombadőlésüket. Pompeit lassan, de biztosan maga alá temette a tajtékkő. Az öböl partján fekvő Herculaneum városára egészen másféle hatást gyakorolt a kitörés. Az lehetett a legszörnyűbb a Herculaneumban tartózkodóknak, hogy látták a kitörést, de az nem takarta be őket. Láthatták a vulkán fölé magasodó oszlopot, de az nem borította sötétbe városukat. A városlakók, akik nem próbáltak meg elmenekülni Herculaneumból, láthatták az óráról órára egyre magasabban gomolygó hamuoszlopot. Úgy tűnhetett számukra, hogy városukat elkerüli a Pompeit sújtó szörnyű vég. A hamu és kőzuhatagot magával ragadó szél továbbra is délkelet felé fújt, és nem érintette Herculaneumot. Az éjszaka közepén aztán minden rosszabbra fordult. A kitörés elérte a kritikus pontot. A toronymagas hamuoszlopban felfelé lövellő vulkáni anyag olyan sűrűvé vált, hogy a robbanás felhajtó ereje többé nem tudta megtartani. Az oszlop még éjfél előtt elkezd lefelé zuhanni, úgynevezett ártufa folyamokat hozva létre. Forrásban lévő gázlavina és folytogató hamu zuhog alá hatalmas sebességgel. A túlhevített vulkáni anyagból képződött ártufa folyamok minden irányban elindultak lefelé a hegyoldalon, és akár a 100 km/órás sebességet is elérhették, ami a hurrikán erejű szél sebességének felel meg. 1995-ben Montserratban sikerült hasonló áramlatokat megörökíteni.
Szerte a világon sok hasonló látványban volt részem, és mondhatom, döbbenetes és fantasztikus dolog ilyesmit látni. De ha megnézzük az ártufa folyamok alkotó részeit, akkor látjuk, hogy tele vannak méteres kőtömbökkel, mérges gázokkal, és a mindent beborító, hihetetlenül magas hőmérsékletű hamuval. És itt egy házi tűzhely hőmérsékleténél háromszor forróbb törmelékről van szó. Egy ehhez hasonló ártufa folyam közeledett nagy sebességgel Herkuláneumhoz. Amint elért egy épületet, vagy egy gabonatáblát, az azonnal hamuvá vált, vagy lángolva elégett. Talán ezen a ponton ismerték fel az emberek, hogy meg fognak halni. A régészeti bizonyítékokból tudjuk, hogy az emberek egy része házaikban és más épületekben próbált meg menedéket keresni. Valójában azonban nem volt hová menekülniük. Az ártufa folyamok állaguknál fogva képesek behatolni a repedésekbe és a legeldugottabb sarkokba is. Azáltal, hogy ebből a rendkívül túlhevült anyagból egyfajta héjat vonnak mindenfölé, minden dolgot megőriznek. Mindent élve elégetnek. A folyamok csak közeledtek, több hullámban hozva magukkal a vulkáni anyagot. 19 óra leforgása alatt Herkuláneum városát 20 méternyi hamu és törmelék temette maga alá. Hatalmas méretű volt a pusztulás. A tragédia híre gyorsan terjedt, és hamarosan a római császár fülébe is eljutott. Tudjuk, hogy Titus császár küldöttséget indított útnak, hogy kivizsgálják, hogyan lehetne segíteni Pompeji és a kitörés által romba döntött többi környező város lakóin. A valóság azonban kegyetlen volt. Bármilyen kiválóak is voltak a rómaiak a természet forrásainak kihasználásában, és bármilyen hihetetlen építési vállalkozásokat valósítottak meg, e katasztrófa nagysága minden tudásukat meghaladta. 400 évvel a kitörés után összeomlott a római birodalom. Évszázadok teltek el, és a hatalmas római civilizáció ragyogó építményeinek legtöbbjét széthordták, vívmányainak legtöbbje szerte foszlott. Új városok nőttek ki a földből, gyakran az eredetileg a rómaiak által létrehozott alapokon. Miközben az európai táj átalakult és új birodalmak tündököltek és buktak el, Pompeji és Herkuláneum ott szunnyadt védő hamutakarója alatt. Aztán a 18. században szenzációs felfedezés történt. Egészen véletlenül ismét megtalálták Herkuláneumot, méghozzá egy helyi paraszt, aki egy kutatásott a birtokán, és véletlenül egy ókori színház közepébe ásott bele. Egy sor alagutat ástak keresztül kasul Herkuláneumban, amelyek még ma is láthatók. Az ezekből az úgynevezett Bourbon alagutakból előkerült tárgyak egész Európát megmozgatták. A 18. század alagútásói rendkívül hatékonyan dolgoztak. És természetesen kincseket, szobrokat, freskókat és mozaikukat kerestek. És ha alagútjaikon eljutottak hozzájuk, el is vitték őket. A falfestményeket és a márványtáblákat kivágták a falakból, és kiásták a mozaikokat. Minden értéket elhordtak és a királyi palotába szállítottak. A fennmaradó kincsek pedig még így is elképesztő tömegét képviselik a római világ luxus cikkeinek. Herkuláneumból fantasztikus munkák kerültek elő. A lenyűgözőbb azonban talán éppen az a tény, hogy még a legközönségesebb háztartási eszközök, például a lámpák is valóságos műtárgyaknak tekinthetők. A régészek számára rendkívüli lehetőség nyílt a 2000 évvel ezelőtti életforma tanulmányozására. Herkuláneum valószínűleg az egyik legjobb helyszín a római világ mindennapjainak közelebbi megismerésére. A rendkívül magas hőmérsékletű ártufa folyamokban a szerves anyagok azonnal elszenesedtek. Az olyan anyagok, mint például a fa, ténylegesen megsültek. A régészek nagy mennyiségű fatárgyat és bútort találtak. Eddig sosem látott mértékben kerültek elő az égés által megőrzött bútorok. Más lelőhelyeken csak kisebb mennyiségben találtak fatárgyakat, melyeket a víz vagy éppen a kiszáradás őrzött meg, mint például Egyiptomban. Herkuláneumban azonban szinte eredeti állapotukban, de megfeketedve találták meg e tárgyakat. A korai régészek Pompeiből igen gyorsan elhordták a kincseket, a finom mozaikokat és egyéb értékeket.
A hamurétegben megmaradt különös formák, szerte az ókori városban azonban igen zavarba ejtették őket. Pompei első feltárásakor a régészek állandóan ilyen különös alakú üregekbe botlottak az épületekben. Végül ráébredtek, hogy ezek egykor emberi testeket rejtettek, melyek szövetei később lebomlottak, maguk után hagyva a tajtékkőben ezeket a tökéletes öntvényeket. Több mint 100 év telt el az üregek jelentésének megfejtéséig. Amikor azonban kifejlesztették a megfelelő módszert, Pompei talán egyik legmegdöbbentőbb és legjelentősebb felfedezését tették. Az ügyes megoldás az volt, hogy gipszet öntöttek az embert formázó üregekbe. A gipsz beöntésével a földre zuhant emberi test pontos mását kapták. Így módon rendkívüli, mozgásban lévő maradványokhoz jutottunk. Embereket láthatunk, amint megpróbálják kezükkel eltakarni az arcukat, hogy megvédjék magukat. Nyilvánvalóan nem mindenki tudott elmenekülni a Pompeire zúduló tajtékkő és hamueső elől. A városban több száz testet formázó üreget találtak, amelyekből kísérteties emberi gipszszobrok születtek az egész katasztrófa sújtott térség területén. Az így létrehozott, eltorzult emberi alakok az ókori világ legmegkapóbb relikviái közé tartoznak. Láthatóvá váltak az öltözékek részletei, a testtartások, sőt, pontos arckifejezések is fennmaradtak. 2000 év elteltével egyenesen a Vezúv tragédiájában elpusztult emberek szemébe nézhetünk. Az öböl mentén 6 kilométer hosszan elterülő Herculaneum lakóinak jóval több idejük volt a menekülésre. A kezdetekben igen kevés emberi maradványt találtak a városban. Először egyszerűen úgy vélték, hogy szinte mindenkinek sikerült elmenekülnie. De aztán egy alapos ásatás után a régészek szörnyű felfedezésre jutottak. És ez a felfedezés Herculaneum teljes történetét átírta. Hosszú ideig azt gondolták, hogy mindenki elmenekült a városból, mivel alig néhány tucat holttest került elő. Csupán az 1980-as években kezdtek el leásni az ókori tenger szintjéig, és az ott talált üregekből csontvázak százai kerültek elő. Ezt a csontváz csoportot Herculaneum csónakházaiban találták, ami egykor a város szélén volt, és ahol a tengerpart húzódott. A testeket azért itt találták meg, mert az emberek elhagyták a várost, és csónakokkal próbáltak elmenekülni, de itt ragadtak. Legalább 300 holttest, köztük nőké és gyermekeké zsúfolódott össze ezekben a hamuval betemetett sírkamrákban. Talán arra vártak, hogy a tengeren át elmenekítsék őket. Érdekes módon ezek a csónakházak egyetlen vízi járművet sem rejtettek. Lehet, hogy a városlakók előző csoportjai már elvitték őket, de az is elképzelhető, hogy Herculaneum halászflottája a kitörés idején éppen kint volt a tengeren. Talán sohasem ismerhetjük meg pontosan a részleteket. Az itt talált csontvázak állapotából azonban felbecsülhetetlen értékű információkhoz juthattunk a Herculaneumot elnyelő tragédiáról. Korábban úgy gondolták, hogy Pompeihez hasonlóan a Herculaneumban talált emberek is fulladásos halált haltak. A legújabb tudományos kutatások pontosan kiderítették, hogyan haltak meg az emberek. A megtalált csontvázak hősok jeleit viselik magukon. 4-500 fokos forró gázhullám tört rájuk, amelyben a test lágyszövetei elpárologtak, és az áldozatok azonnal meghaltak. A legutóbbi dr. Pier Paolo Petrone által vezetett kutatás néhány szörnyű részletet tár fel a Herculaneumban bekövetkezett halálesetek kortörténetéből. Itt látható az áldozatok néhány csontmaradványa, amelyek igen magas hőmérsékleti hatásról árulkodnak. Ebben az esetben egy felnőtt koponyáját vizsgáljuk meg közelebbről. A koponya belső része megfeketedett, és néhány törésvonal is tisztán kivehető rajta, amelyeket a magas hőmérséklet okozott.
Itt számos koponya, többek között ez is, a csontot ért közvetlen hőhatás és az agyszövet felhevülése miatti koponyaűri nyomásnövekedés eredményeként robbant szét. A herkuláneumi csónakházban felfedezett tragikus leletek között egy terhes anyát is találtak, vállán egy kisgyermekkel. Még az anyja méhében lévő apró, 8 hónapos magzat elszenesedett csontjai is fennmaradtak. Egyes áldozatok a védekezés jeleként az arcuk elé tartják a kezüket. Az összes itt talált kéz és láb összezsugorodott. A bőr receptorait, valamint az izomrostokat ért közvetlen hőhatás miatt. Ezek a csontvázak rendkívülieknek számítanak, mivel megőrizték eredeti felépítésüket, így hű emlékei a herkuláneumi élet utolsó pillanatainak. Nem tudhatjuk, hogy a csónakházban talált emberek rokonságban álltak-e egymással, mivel az ártufa magas hőmérséklete a DNS molekulákat is károsította. A testek mellett a hamueső és az ártufa folyam a Vezúv városainak teljes szerkezetét is megőrizte. Minden római városban megtalálhattunk bizonyos főépületeket. Ezek az elemek tették a rómaiak elképzelései szerint a várost várossá. Ahová hódításaik során eljutottak, a rómaiak mindenütt megépítették ezeket a létesítményeket. A legfontosabb közülük a fórum volt. A fórum Pompei politikai, kereskedelmi és vallási központja. Ott láthatjuk Jupiter és Apolló hatalmas templomait, az óriási nyitott teret, a fórumot, amely mindenféle kereskedelmi tevékenységnek helyt adott. A fórum szélén állt egy másik fontos épület, a bazilika. A Pompei bazilikát Herkuláneuméval ellentétben teljesen feltárták. A bazilika Pompei bíróságának épülete volt. A keresztények később ezt az épületformát vették át templomaik megépítésénél. A rómaiak korában azonban a bazilikának nem volt vallási funkciója. A bazilikában a város bírája meghallgatást tart a különböző ügyekről, a szomszédok közötti nézeteltérésekről vagy a kereskedők vitájáról. A hosszú évszázadoknak köszönhetően, melyek alatt a várost a mindent megőrző vulkáni hamu borította, Pompei és Herkuláneum közfürdői a világon a legjobb állapotban fennmaradt római fürdők közé tartoznak. Herkuláneum szobrokkal és freskókkal gazdagon díszített külvárosi fürdői különlegesen szép példái ennek. Ma is láthatóak az elkülönített férfi és női medencék. Bizonyos városokban a rómaiak a szemétszállítás problémáját is új elvek szerint oldották meg. Amíg azonban hatalmas figyelmet fordítottak a higiénia bizonyos szempontjaira, addig másokat teljesen figyelmen kívül hagytak. Pompei városának igen jelentéktelen volt a szennyvíz hálózata, melyek csupán a fórum környéki gazdagabb házakat szolgálták. Néhány ház saját emésztőgödörrel rendelkezett, de általában véve a tömény szennyvíz kifolyt az utcákra, és így az emberi ürülék és egyéb szemét bokamagasságig elborította őket. Leginkább úgy érthetjük meg Pompeit, ha magunk elé képzelünk egy harmadik világbeli várost, ahol ma is az utcákon folyik a szennyvíz, ahol igazán kemény dolgok történnek, ahol olyan alapvető tevékenységek, mint a mosás, még mindig a szabadban zajlanak, és ahol mindent áthat a rothadó szemét szaga. Pompei számos utcasarkán ma is láthatjuk azokat a lépőköveket, amelyek lehetővé tették a lakók számára az átkelést ruháik beszennyezése nélkül. Egy pompei polgár számára a mai városok túlságosan is sterilnek tűnnének, hiszen ők hozzászoktak a főzés, az utcákon rothadó szemét, a nyílt szennyvízcsatornák átható bűzéhez, vagy például a vizelet használatához a mosás során. A rómaiak nem tudták, hogy a szennyvíz közelsége milyen betegségeket idézhet elő. Ennek ellenére meglepő, hogy nem építettek ki az egész várost ellátó szennyvízelvezető rendszert. Még Pompei hiány volt a megfelelő csatornarendszernek, a nála kisebb Herkuláneum magasabb szintű rendszerrel bírt.
Herculaneum házait igazán kitűnő berendezésekkel látták el. Emésztő gödröket építettek hozzájuk a mélyben. Különös figyelmet érdemel az egyik nagy háztömb alatt feltárt hatalmas emésztő gödör. Az itt talált terület mélysége, szélessége és hossza alapján akár 50 évnyi emberi ürüléket is képes befogadni. Ez a hatalmas alagút sok évig rejtély maradt a régészek előtt. A boltívek, a falak és mennyezetek kidolgozottsága igen magas színvonalú. Láthatóan túl jó egy egyszerű szennyvíz csatornának. Eleinte azt gondolták, hogy egy óriási ciszterna volt, amelyben a város vízkészletét tárolták. Egy új elmélet szerint talán Herculaneum hatalmas, nyilvános úszómedencéjének kiürítésére szolgált. Az emésztőgödrök megtisztításának elképzelhetetlenül gusztustalan munkája Herculaneum legalacsonyabb rangú rabszolgáinak a feladata volt. A rabszolgaság az egyik dolog, amely megkülönbözteti a római birodalmat más társadalmaktól. Róma egyike volt a legnagyobb rabszolgatartó társadalmaknak. A rabszolgákat minden joguktól, még a saját testüktől is megfosztották, és gazdáiktól rengeteg megaláztatást és kegyetlen bánásmódot kellett elszenvedniük. Rabszolgatartóként az ember egy dolgot birtokol, éppen úgy, mintha egy tehén tulajdonosa volna. Szinte csak emberi szerszámoknak tekintették őket, akiket bármire fel lehetett használni. Bizonyos más társadalmi osztályok alig éltek jobban a rabszolgáknál. Közvetlenül felettük állt a kívülállók közbülső osztálya. A római jog létrehozott egy úgynevezett infamis osztályt, amit ma talán deviánsként fordíthatnánk le. Közéjük tartoztak a prostituáltak, a kerítők, a színészek, a gladiátorok, a csődbe jutottak és a csalást elkövetők. Ők nem rendelkeztek polgárjogokkal, nem szavazhattak, és csak korlátozott jogorvoslat illette meg őket. A deviáns osztály tagjai ennek ellenére elismert emberekké is válhattak. A legnagyobb gladiátorok szerepe hasonló volt, mint napjaink filmsztárjainak vagy sportcsillagjainak. A pompeieket nem kizárólag a véres élethalál harcok szórakoztatták. Más kikapcsolódási formák épp olyan ellenállhatatlannak bizonyultak, legalábbis a férfi lakosság számára. Az ókori Pompeiben nem lehetett nehéz prostituáltat találni. A római férfiak számára nem volt szégyen sem női, sem pedig férfi bordélyba járni. Van Pompeiben egy kétemeletes bordélyház, mindkét emeleten egy sor szobával, melyek gyakorlatilag kis benyílók egy kőágyjal és egy kőpárnával és egy erotikus jelenettel a bejárat felett. A kuncsaftok bementek és kaptak egy fülkét, benne egy személlyel az aktushoz, aki egyaránt lehetett férfi vagy női prostituált. A prostitúció az ókori Rómában legális és társadalmilag elfogadott dolog volt. A prostitúció meglehetősen nyíltan zajlott Pompeiben. Nemigen rejtették véka alá. Ennek ellenére a főutcák helyett inkább a hátsó utcákra korlátozódott. A római világban a nős férfiaknál a prostituáltal való nemi aktus nem számított házasságtörésnek. Ami olyan, mintha létezne a házasságtörésnek, egy sajátosan kialakult formája, azaz a szex a prostituáltakkal vagy rabszolgákkal nem is számít házasságtörésnek. A római nők számára bármilyen magas fokán is álltak a társadalmi ranglétrának, a szexuális viselkedés szabályai feltűnően eltérőek voltak. Az arisztokrata nőknek a férjükön kívül tilos volt mással megosztaniuk az ágyukat. Ahogy ma mondanák, ez teljességgel patriarchális és igazságtalan bánásmód volt. Az ókori Pompeiek szexuális életét festői részletességgel ábrázolja a város különböző pontjain található, megszámlálhatatlan freskó és szobor. A római világra a nyílt társadalmi mozgás volt jellemző. És így megfelelő akarat és ambíció esetén még a legalantasabb származásúak is feljebb juthattak a ranglétrán. Akiknek ez valóban sikerült és megcsinálták a szerencséjüket, számtalan luxuscikre pazarolhatták a pénzüket. A rómaiak büszkék voltak luxus életmódjukra, és természetesen az igazán gazdagok mindent megtettek, hogy a lehető legnagyobb jólét közepette éljenek. Ma is láthatunk számos luxustárgyat, amelyekre az emberek vagyonukat költötték. Hihetetlen díszítésű ékszereket, ezüst evőeszközöket,
a házak díszítésére szolgáló mesés mozaikokat és freskókat, és finom, szakmájuk mesterei által készített berendezési tárgyakat. Pompei és Herkuláneum nagyszerű házait telezsúfolták mű és luxus tárgyakkal. Még a kertek is szép freskókat és díszes szobrokat rejtettek. A leggazdagabbak számára a végső státuszszimbólum a saját úszómedence volt. A magánházak saját vízvezetékkel való ellátásának luxusa az egész római birodalomhoz hasonlóan tovább növelte a pompei elit tekintélyét. E rendkívüli luxus vitoktatása státuszszimbólum volt. A ranglétre a legmagasabb fokán állóknak pedig még a meleg folyóvíz kényelme is osztályrészül juthatott otthonaikban. Ha valaki elég tehetős volt, megengedhette magának a fűtéssel ellátott vízvezetékrendszert, ami azt jelentette, hogy meleg víz is folyt a csövekből. Ezután mintegy 1500 évnek kellett eltelnie Európában, hogy bárki ismét e fajta élvezethez juthasson. Herkuláneumban a kenyérszeletektől kezdve a boros amforákon át a mindennapi életre utaló tárgyakig minden fennmaradt. Herkuláneumot azt teszi igazán különlegessé és Pompeitől eltérővé, hogy itt a szerves anyagok is megmaradtak, és minden nagyobb magasságig maradt fenn. Ez azt jelenti, hogy vannak faszerkezeteink, ételeink, ruháink és konyhaszekrényeink. Még papírus is maradt fenn az utókor számára. Emellett pedig a felső szintek is épségben megmaradtak. Herkuláneumnak e különleges öröksége teszi a város fennmaradását ilyen jelentékenyé. Andrew Wallace Hedrill most párhuzamot von a város gazdag örökségének esetleges elvesztése és lakóinak időszámításunk szerint 79-ben történt pusztulása között. Képtelenség elérzékenyülés nélkül tekinteni Herkuláneum tragédiájára. Borzalmat keltő csontvázaikra nézni, és rettenetes halálukra gondolni. Fura módon azonban engem mégis Herkuláneum második pusztulásának látványa kavar fel leginkább. Felkavar, hogy látom, amint egy gyönyörű város darabjaira hullik szét. Ezért nagyon fontosnak tartom, hogy tegyünk ellene valamit. Herkuláneum komoly bajban van, és Pompei helyzete sem sokkal jobb. A legfontosabb épületek többségét átmenetileg bezárták a felújítások miatt. Az egész város megóvásához és megőrzéséhez szükséges anyagi források mértéke azonban egyszerűen elképzelhetetlen. Pompei a valaha végzett legnagyobb szabású városfeltárás, amely alapvetően egy települést mutat meg a közönség számára. A város maradványait azonban karban kell tartani, és ezzel az a legnagyobb gond, hogy olyan sok pénzt kell az állag megóvásra költeni, melynek nagyságát még sohasem mérték fel megfelelően. Bár Herkuláneum sokkal kisebb területen fekszik, itt is ijesztő problémákkal kell szembesülnünk. Az ókori városra a legnagyobb fenyegetést egy látszólag ártalmatlan anyag jelenti. Herkuláneumot a víz pusztítja. A város legfontosabb épületeinek jó részében a víz beszivárgott a vakolatba és oszlopokba, kiválta őket, ingataggá téve állapotukat. A herkuláneumi restaurálási program szakemberei kétségbe esetten harcolnak a pusztulás folyamatának megállításáért. Mész és vulkáni anyagkeverékét injektálják a vakolat alá. Herkuláneum modernkori pusztulása minden nap zajlik. Elsősorban az időjárás hatására. A forró napsütés, aztán a mindent átáztató téli eső, amint érintik az ókori felületeket, azonnali pusztulást idéznek elő. Ha a lelőhely gondozása érdekében nem történnek folyamatos beruházások, a következő generáció már nem fogja látni a várost. Elképzelhetetlennek tűnik, hogy a Vezúv városai 1600 évet átvészeltek a föld alá temetve, csak azért, hogy a mi századunkban szétporladjanak. Abban a pillanatban, amikor technikáinknak köszönhetően minden eddiginél többet megtudhatunk az ókori rómaiak életéről, fennáll a veszélye, hogy ezeket a bizonyítékokat örökre elveszítjük.
Bár a Vezúv leghíresebb kitörése időszámításunk szerint 79-ben történt, 1631-ben egy újabb hatalmas kitörés 3500 ember életét követelte. A legtöbb haláleset ismét a hamueső és az aláhulló törmelék miatt következett be. És egyáltalán nem ez volt a legutolsó ismert kitörés. A Vezúv az elmúlt 2000 évben 36 alkalommal tört ki. És a mai napig aktív vulkán. A Vezúv sohasem alszik sokáig. Vannak szunnyadó vulkánok, melyek jobbára nyugodtak, de magukban hordozzák a nagyobb kitörések lehetőségét. Aztán ott vannak az aktív vulkánok, melyek folyamatos vagy szakaszos kitöréseket produkálnak. Ebből a szempontból a Vezúvot az aktív vulkánok közé kell sorolnunk. Valójában ez a világ egyik legaktívabb vulkánja. A Vezúv csupán egyetlen bizonyítéka a földkérget szabdaló törésrendszerek létezésének. És az egész régió rendkívül ingatag geológiai alapokon nyugszik. A térség két állandó mozgásban lévő tektonikus lemezen fekszik. Az afrikai lemez folyamatosan nekiütődik az eurázsiainak. Az egyik lemez a másik alá bukik és olvadni kezd, majd az így keletkező magma a felszín felé tör. Végül pedig megtölti a magmakamrákat, ezek pedig a mi vulkánjainkat táplálják. A legtöbb tudós egyetért abban, hogy a vulkán már jó ideje megérett egy újabb, robbanásszerű kitörésre. Több mint 60 éve nem fordult elő komolyabb kitörés a Vezúvon. Geológiai tekintetben azonban ez az eddigi legrövidebb felvonás köz. Az elmúlt 10-20 évben számos földrengés volt a Vezúv alatt, és ha végignézzük a történelmi feljegyzéseket, a legtöbb kitörést földrengések előzték meg. Csak azt nem tudjuk, mi lesz a végkifejlet. Teljesen felébred majd, vagy csak ásít egyet, aztán a másik oldalára fordul és alszik tovább. Ezt nem tudhatjuk. A Vezúv térsége ma hihetetlenül sűrűn lakott. Néhol 30 ezer fő az egy négyzetkilométerre jutó népsűrűség. Egy közepes vagy nagyobb kitörés esetén a vulkán körüli 4 km sugarú terület az első 15 percben elpusztulhat. És ez a Vezúvot, legalábbis egy vezető geológus szerint, a világ legfenyegetőbb vulkánjává teszi. A helyzetet súlyosbítja, hogy a legújabb bizonyítékok szerint a Vezúv a 79-esnél halálosabb kitörésre is képes lehet. A tudósok egy korábbi, nagyobb kitörés nyomai után kutatva a modern Nápoly utcája alá ástak, és megrázó élményre jutottak. Egy hatalmas, 4000 évvel ezelőtti kitörésből származó, 3 méter mély hamuréteg üledékére bukkantak. Ez a kitörés, méretét és jellegét tekintve a 79-eshez hasonlítható. Lényeges különbség viszont, hogy 4000 évvel ezelőtt az ártufa folyamok sokkal távolabbra jutottak el a hegyről. Az Egyesült Államok Tudományos Akadémiája által megjelentetett független kutatások szerint a törmelék folyamok a hegytől akár 25 km távolságra is eljuthattak északnyugati irányban. Ha megnézzük a kőzet előéletét és visszamegyünk a geológiai időben, több különböző nagyobb méretű kitörést láthatunk, melyek némelyike a 79-esnél is hatalmasabb volt. Négyezer évvel ezelőtt a térség ritkán lakott volt, ma azonban 3 millióan élnek a veszélyzónában. Egy nagyobb kitörés esetén elveszíthetnék otthonaikat, de akár az életüket is. A hamu vagy láva folyamok teljesen maguk alá temethetnék a legnagyobb várost, Nápolyt, Pompeivel és Herkuláneummal együtt.
Szerencsére ma már korábban tudomást szerezhetünk a közelgő katasztrófáról. Még hozzávetőlegesen sem lehet kiszámítani, mennyire tudunk előrejelezni egy a 79-eshez hasonló nagyobb kitörést. Mindazonáltal számos műszerünk van a vulkán körül, melyek segítségével egy nagyszerű csapat a hét mindennapján 24 órában figyeli a vulkánt. Azt azonban ők sem tudják megmondani, hogy vajon két hetes, két hónapos vagy akár két éves előrejelzéssel szolgálhatnak-e. A vulkánkitörések rendkívül gyorsan képesek intenzívvé válni. Jelenleg rengeteg kisebb földrengés történik a régióban, amelyek többsége alig érezhető. Ezek azonban az 1944-es eddigi utolsó kitörés óta folyamatosak. Dr. Macedonio a Vezúv összes szeizmikus aktivitását gondosan megfigyelő regionális obszervatórium vezetője. Egy kitörést megelőzően számos anomália történik, melyeket a monitoring hálózatnak észlelnie kell. Pillanatnyilag nem tapasztalunk változást a fumarolák hőmérsékletében, nincs változás a vulkán által kibocsátott gázok vegyi összetételében, nincs anomália a szeizmikusságban, ezért biztosak lehetünk abban, hogy az elkövetkezendő hónapokban semmi sem történik. Csak remélhetjük, hogy dr. Macedonio nem téved. Egy nagyobb kitörés esetén azonban a nápolyi öböl lakói számára a túlélési esélyt egyedül a teljes evakuálás biztosítja jóval a kitörés előtt. Nem tudhatjuk, mikor következik be. Az azonban bizonyos, hogy a Vezúv egy napon ismét kitölti haragját a nápolyi öböl lakóin. Magyar szöveg Szűcs B. Aliz, narrátor Megyeri János, munkatársa Férenthály Bernadett, Rosenman Péter, Hívvári Ágnes, Mester Ágnes, Bozi Barbara. A magyar változatot a National Geographic Channel megbízásából a Masterfilm Digital készítette.